műsor támogatója a Láng TV. Iratkozz fel oda is! Menekülés. Továbbra sem találja a rendőrség a pécsi polgármester lányát megtámadó férfit. A 23 éves elkövető ellen a hétvégén indítottak hajtóvadászatot. Vérfürdő. 13 embert, köztük egy csecsemőt ölt meg egy 60 éves munkanélküli férfi Belgrád közelében. A férfi a 90-es években a szerb hadsereg katonája volt. Játszma. Fenyen arra figyelmeztette a Dél-Koreában tartózkodó külföldieket, hogy készüljenek fel az ország gyors elhagyására. Japán az észak-koreai rakéta fenyegetés hatására rakétaelhárító rendszereket telepített Tokióba. A híradót látják délben. Köszöntöm Önöket! A pécsi cigány kisebbségi önkormányzat és az országos roma önkormányzat is nyomra vezetői díjat ajánlott annak, aki segít kézre keríteni a pécsi polgármester lányát megtámadó férfit. A 100 000 forintos felajánlás mellett azt kérték a magyarországi cigányságtól, hogy segítsenek a férfi elfogásában. A 23 éves Nyerges Zoltán ellen a hétvégén indítottak hajtóvadászatot, Komlón a terrorelhárítás is részt vett a kutatásban. Pécsről Szilágyi Jenő tudósítónk jelentkezik. Szervusz Jenő, 5. napja tart a hajtóvadászat. Miről tudsz beszámolni? Szervusz Lilla, köszöntöm a hírtévé nézőit. Hát nagyjából arról, mint 2 órával ezelőtt, hogy a legfontosabb, hogy Nyerges Zoltán még mindig nincs meg. Viszont erősen látható jelei vannak annak, hogy a rendőrség nagyon-nagyon komolyan veszi ezt a dolgot. Megerősített rendőri jelenlét van az autóbusz, illetve a vasútállomásokon, az autóbuszpályaudvarokon. Lehetően a közlekedési eszközzel próbál menekülni Pécsről Nyerges Zoltán. A rendőrök fényképekkel járják az utasvárokat, és a körözési felhívást mutatják az utasoknak, hogy nem látták esetleg valahol. Ezen kívül, mint ahogy te is emlegetted, a roma képviseletek jutalmat ajánlottak fel a nyomravezetőnek. Nos, roma közösségek is szervezetten keresik Nyerges Zoltánt, az éjszaka folyamán is az erdőt járták, és nem sokára egy ilyen csapattal fogunk találkozni, akik most délután is keresik Pécs környezetében, az erdőben. Ezen kívül percekkel ezelőtt voltam Pécset egy vadászboltban, ahol arról számolt be az eladó, hogy amióta ez a brutális támadás történt, azóta naponta nagyon-nagyon sokan, és amíg bent voltam, addig is ketten érdeklődtek, hogy mennyibe kerülnek az önvédelmi fegyverek, illetve a gázsprék, tehát nagyon megugrott ennek a forgalma. Egyébként még arról tudok beszámolni, hogy civilek a legnagyobb közösségi portálon egy megmozdulást szerveznek csütörtök délutánra, néma felvonulás, illetve beszédek nélküli felvonulás lesz Pécsett a Széchenyi tértől a rendőrkapitányságig. Semmi más céljuk nincs ezzel, ezt egyébként elsősorban nők szervezik, mint hogy felhívják a figyelmet arra, hogy sajnos Pécsett ismét terjedőben van az erőszak. Szilágyi Jenő Pécsről köszönjük! Az önkényuralmi jelképek használatának általános tiltása helyett a jelképek köznyugalom megzavarására alkalmas terjesztése nagy nyilvánosság előtti használata lesz tiltott, mondta Répási Róbert a parlamentben. Az igazságügyi államtitkár hozzátette, a korábbihoz képest azért szűkül a büntetendő magatartások köre, mert az alkotmánybíróság a szabályozást pontatlannak ítélte, amely ellentétes bírói döntésekhez vezet és önkényes jogértelmezésre ad lehetőséget. Az országgyűlés ma kezdte meg a vitát az önkényuralmi jelképek használatának újbóli büntetőjogi szankcionálásáról. A 20. század legsötétebb diktatúrái nem veszhetnek a feledés homályába, így egy totalitárius diktatúrák által elkövetett bűnök áldozataira történő emlékezés része az is, ha a diktatúrák jelképeinek a köznyugalom megzavarására alkalmas használata nem megengedett, különösen akkor, ha az áldozatok emberi méltóságát vagy emlékét megsérti. A Jobbik nem támogatja a szabályozás enyhítését. Vona Gábor elnök arra hivatkozott, hogy a pártja fontosabbnak tartja a kegyeleti jogot, mint a véleménynyilvánítás szabadságát. Azt a provokatív mondatot fogom mondani, hogy nem, jelen pillanatban nem a holokauszt relativizálás jelent társadalmi problémát Magyarországon, hanem a kommunizmus relativizálása.
nem a náci bűnök tagadása élő probléma, hanem a szocialista rendszer bűneinek a tagadása. Gondoljunk csak Biskup Bélának az esetére. Büntetné az MSZP azokat a sofőröket, akik katasztrófa helyzethez vezető torlódásokat okoznak, mondta Harangozó Tamás a Magyar Távirat irodának. A párt a szabálysértési törvény módosításával előírná a vétkes kamionsofőrök és a mentési munkákat akadályozó gépjárművezetők jogosítványának elvételét. A szocialista frakció vezető helyettes szerint a márciusi havazás után kialakult helyzetről készült belügyminiszteri jelentés alkalmatlan a helyzet jelentésére, ezért az MSZP szembesítő jelentést készít. A Parlament Rendészeti Bizottsága adásunkkal egy időben tárgyalja Pintér Sándor jelentését. A helyszínen van kollégánk Mihalek Sándor. Szervusz, Sanyi! Mi hangzott el eddig a meghallgatáson? Szervusz, köszöntöm a nézőket! A belügyminiszter a bizottsági ülésen is részletesen beszélt a hóhelyzet után készült jelentésről. Pintér Sándor azt mondta, hogy azok, akik saját bőrükön érezték, tapasztalták a márciusi rendkívüli hóhelyzet nehézségeit, azok jónak, vagy pedig kiválónak ítélték meg a mentésben résztvevők tevékenységét. A pártvezető szerint az Európában is általánosnak mondható rendkívüli időjárás Magyarországon volt a legsúlyosabb, azonban a katasztrófa helyzet kezelésében rendkívül gyorsan és hatékonyan sikerült reagálni a mentésben résztvevő szerveknek. Egyébként a szocialisták az előbb elhangzottakon túl még nem csupán egy ellenjavaslatot vagy egy ellenjelentést készítettek, amelyet kisosztották a bizottság ülésen, hanem egy vizsgáló bizottság felállítását is kezdeményezték a felelősségre vonás érdekében. Pintér Sándor azt mondta, hogy a mentésben résztvevők emberfeletti teljesítményéről tettek tanúbizonyságot, és megköszönte a mentésben résztvevők munkáját. Egyúttal hozzátette, hogy indokolatlannak tartja a felelősségre vonást. Egyébként a bizottság elnöke is arról beszélt, hogy a szocialisták jelentése nem szól másról, mint politikai haszonszerzésről, és egyetlen olyan konkrét javaslatot sem fogalmaz meg az ellenzéki párt ebben a jelentésben, amely egy jövőben hasonló katasztrófa helyzet megelőzésében, vagy pedig kezelésében nyújtana segítséget. Nos, ennyit a parlamentből, a szót visszaadom a stúdiónak. Mihalek Sándor, köszönjük! Külföldön a szocialisták megkérdőjelezik a jövévi választások tisztaságát. Európai parlamenti képviselői Göncz Kinga választási megfigyelőket küldene 2014-ben Magyarországra. A Gyurcsány kormány egykori külügyminisztere erről az Európai Parlament Emberi Jogi Bizottságának ülésén beszélt. A kijelentést a Fidesz EP képviselői a 2010 óta tartó lejárató kampány részének tekintik. Ezt teljesen elfogadhatatlannak tartom, mert ugyanannak a csúsztatásnak a része, amivel itt most már jó ideje működnek a szocialisták, hogy kihasználják azt, hogy a képviselők nem olvassák mondjuk el a részletes szabályokat, vagy nincsenek ismeretében a részletes szabályoknak, ezért minden ilyen riogatásnak könnyen felülnek, mielőtt még igazából meg lehetne győződni arról, hogy teljességgel alaptalan bármi ilyen veszéllyel való, vagy a választások tisztaságának egyetem megkérdőjelezésének felvetése. Nyílt levélben szólította fel a tények ellenőrzésére az Európai Bizottság alelnökét, egyben az Unió alapjogi biztosát, Vivien Redinget. Navracsis Tibor, az igazságügyi miniszter szerint a külföldi politikus valótlanságokat állított a Népszavának adott hétvégi interjúban. Példaként említette az Európai Bíróság határozatát a bírák korai nyugdíjazásáról. Vivien Reding a döntést összefüggésbe hozta a magyar igazságszolgáltatás függetlenségének állítólagos csorbulásával. Navracsis Tibor azonban emlékeztet arra, az Európai Bíróság az igazságszolgáltatás állapotával nem foglalkozott. A jogszabályról annyit állapított meg, hogy sérti a diszkrimináció uniós tilalmát. Felfüggesztette a sztrájkkészültséget a pedagógusok demokratikus szakszervezete. Az érdekképviselet választmánya az Emberi Erőforrások Minisztériumával történő egyeztetés idejére szünetelteti sztrájk felhívását. A testület azt is javasolta, hogy az egyeztető tárgyalásokat 10 napon belül zárják le a szaktárcával. Mendrei László, a testület elnöke azt mondta, újra nyitják a vitát a tanárok újfajta munkaidő szabályozásáról, mivel szerinte a jelenlegi javaslat, amely heti 32 órát ír elő az oktatáshoz, több ezer pedagógus álláshelyét veszélyezteti. Haladékot kapnak a fővárosi taxisok a taxirendelet legújabb tervezete szerint. Horváth Csaba érdekvédő Rájátszás című műsorunkban közölte,
A budapesti városvezetés által előírt szigorításokat idén október helyett 2014. januárjától fokozatosan kell végrehajtaniuk a sofőröknek. A taxisok tegnap blokkáddal tiltakoztak a személyszolgáltatást újra szabályozó fővárosi rendelettervezet átdolgozott változata ellen. A közgyűlés ma rendkívüli ülésen tárgyal a jogszabályról. 2014. januárban lesz a fix tarifának a bevezetése, utána jövő év szeptemberétől lesz a szín korlátozás, és 2015. júniusától lesz a gépkocsi parknak a megfelelőségének, a követelményeinek a bevezetése. Én úgy érzem, hogy ami a gépkocsi vezetőknek a legkardinálisabb kérdés volt, hogy ezt az autóparkot hogyan, milyen időtartammal, milyen anyagi forrással, hogy tudják ezt lecserélni, erre kaptak lehetőséget. 2400 kilométerre csökkent az árvízvédelmi töltések hossza az elmúlt egy napban. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője azt mondta, harmadfokú készültség 600 kilométeren van érvényben. A Tisza áradása miatt a Tiszató menti védvonalakon kedd reggel másodfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el. A vízügyi szakemberek elnyúló tetőzésre számítanak. Harmadfokon védekeznek a vízügyi szakemberek a Krasznán, a Taktán, illetve az összes körösön, ahol továbbra is elnyúló tetőzésre számítanak, bár a határszelvényben most már apad a körös, és a hármas körös van elsősorban áradó ágban még. Ami a keleti országrészt illeti fontos hangsúlyozni, hogy a Tisza is árad, illetve a felső szakaszon most már apad, de a szakemberek harmadfok körüli tetőzésre számítanak 12-e környékén a középső területen, tehát Szolnok térségében, de egyértelmű elmondták, hogy ez a tetőzés, ami szintén hosszan elnyúló lesz, másod, illetve harmadfokú készültség mellett levezethető lesz majd. Befejezték az ideiglenes gát építését Nemesgörzsönynél tegnap. A Marcal folyó vízszintje még stagnál, a szakemberek elhúzódó tetőzésre számítanak itt is. A 400 méter hosszú gát erősítésén, építésén önkéntesek és a hivatásos állomány tagjai dolgoztak. Még kávét itt az ura? Igen. Szükség van a frissítőre. Vannak, akik 3-4 napja dolgoznak Nemesgörzsönynél. Az ideiglenes gát a szomszédos Marcaltőt védeni az áradó folyótól. Az önkéntesek között sok a nő és a gyerek. Azt vállaltuk, hogy jövünk, azt gondolom, hogy ez bírni kell. Tehát nem gondolom, hogy ez akkora munka, de szükség van rá. Tehát a zsákot is tartani kell valakinek. Ez a fiatalember a Nemzeti Adó és Vámhivatal munkatársa. Ugye mi szombaton karókat, illetve gerendákat vittünk be, meg kellett csinálni ugye a gátnak a vonalát, és most már zsákokat kell bele helyezni a gátba. Marcaltőről visszavonták a katasztrófavédelem állandó kirendeltségét, mert elindult az apadás. Ott most megnyitottuk a homokzsákokat, de tetszik látni, hogy innen már arra áramlik a víz visszafele. Szinte minden pincében áll a víz. Mivel hogy Nemesgörzsönynél sikerült a különböző vízmennyiségét csökkenteni, vagy elzárni nagyjából, itt nálunk most már az apadás kezdődött. Úgyhogy igazából most már csak a majd a kár elhárításra, vagy inkább a helyreállításra készülünk. Bízunk benne, hogy nem lesz több árhullám. Az elöntött utak rendbehozatala és a több tízezer homokzsák eltávolítása az ár levonulása után is ad majd munkát a helyieknek. Folyamatosan mozog a verőcei lőszfal, ezért megfigyelés alatt tartják a katasztrófavédők. Szombaton 50 méteres darab szakadt le a hegyoldalból a folyamatos esőzések miatt. Az omlás két ingatlant érintett. A település polgármestere szerint azonban újabb épületek is veszélybe kerülhetnek. Az önkormányzat statikai vizsgálatot kért, ennek 2 hét múlva lehet eredménye. A védekezési munkálatokra a település várhatóan Viszmajor pályázatot nyújt be a belügyminisztériumhoz. 13 embert, 6 férfit, 6 nőt és egy csecsemőt ölt meg egy férfi a Belgrádtól délre fekvő Mladenovac közelében. A 60 éves férfi először fiával végzett, majd megpróbálta megölni feleségét is. A nőt súlyos állapotban szállították kórházba. A gyilkosságok hajnali 4:30 és 5 óra között történhettek. Szomszédai szerint az ámokfutó nem volt erőszakos és pszichés problémái sem voltak. A vérengzés körülményeit vizsgálják. Sokkolták a Belgrádtól délre fekvő Velika Ivancsa település lakosait a hajnali események. Egy 60 éves férfi lelőtte fiát, majd feleségére támadt. A nőt súlyos állapotban szállították kórházba.
Ezt követően a támadó a szomszédos házakban is lövöldözni kezdett, végül pedig magával is végezni próbált. Összesen 13 ember halt bele sérüléseibe, két személy életért még küzdenek az orvosok. A baleseti sürgősségi központ információi szerint a sérültek egyike maga az elkövető, másik a felesége, mindkettőjük állapota válságos. Az áldozatok közt van a férfi több rokona is. A gyilkosságok hajnali 5-5 óra között történhettek. A rendőrök nem sokkal 8:30 után értek a lövöldözés helyszínére. Szomszédai szerint az ámokfutó nem volt erőszakos és pszichés problémái sem voltak. Akik hétfőn találkoztak vele, azok sem vettek észre semmi különöset. Jó ember volt, bárkinek ajtót nyitott és mindenkinek segített a környéken. Senkit sem utasított el. Bárki becsöngethetett hozzá. Aztán mégis megölte az embereket. Valószínű bekattant valami a fejében. Szerb lapinformációk szerint az elkövető a 90-es években harcolt Szlavóniában, 2 éve pedig munkanélküli. A támadónak volt fegyverviselési engedélye. Bíróság elé idézik Törökországban azokat az izraeli katonákat, akik 2010-ben megtámadtak egy a palesztinoknak segédszállító hajót. Az akcióban 9 aktivista meghalt. Az izraeli miniszterelnök nemrég bocsánatot kért, az áldozatok családjai azonban az anyagi kárpótlás mellett bírósági ítéletet is követelnek. Izrael azonban csak akkor hajlandó kárpótlásra, ha ejtik a katonák elleni vádakat. A Mavi Marmara nevű hajó elleni támadás túlélői ragaszkodnak a támadást végrehajtó izraeli katonák elleni bírósági eljáráshoz. A zsidó állam korábban csak úgy volt hajlandó kárpótolni az áldozatokat, ha a török hatóságok ejtik a katonák elleni vádakat. Az aktivisták szerint azonban ez elképzelhetetlen. Izrael bocsánatot kért már, és ezzel elismerték, hogy hibások és bűnt követtek el. Éppen ezért bocsánatkérésük akkor lenne elfogadható, ha bíróság elé állítanák, és megbüntetnék az azt elkövető katonákat. Mondta el az egyik túlélő, aki a fedélzetet érő izraeli ágyúzás során sebesült meg. Az isztambuli bíróság már vizsgálja azt az indítványt, amit a 4 legmagasabb rangú, azóta nyugdíjazott parancsnok ellen nyújtottak be. Izrael kirakat pernek minősítette az eljárást, és bejelentette. Elhalasztják a kárpótlás ügyében tárgyaló delegáció utazását. Fennyen arra figyelmeztette a Dél-Koreában tartózkodó külföldieket, hogy készüljenek fel az ország gyors elhagyására. Közben Japán az észak-koreai rakétafenyegetés hatására rakétaelhárító rendszereket telepített Tókióba. Az észak-koreai munkások már be sem mentek dolgozni, a dél-koreaiak pedig folyamatosan hagyják el a Kaesong ipari park területét. A két ország által közösen működtetett iparterep évi 2 milliárdos bevételt hoz Fennyennak, ezért az elemzők biztosak abban, hogy a kommunista állam előbb-utóbb újra beindítja a termelést. A dél-koreai elnök szerint ezzel Fennyen elvesztette külföldi befektetőit. A befektetés célja az volt, hogy eredményeket és bizalmat érjünk el. Amikor Észak-Korea így megsérti a nemzetközi szabályokat és az ígéreteit, és a világ szemelátára felfüggeszti a Kaesong ipari park működtetését, egy ország sem fog befektetni Észak-Koreában. A dél-koreai hatóságok újabb rakétafellövésre számítanak Észak-Koreából. Néhány napja a Nemzetbiztonsági Szolgálat vezetője azt mondta, április 10-e környékén várható egy észak-koreai rakétafellövés, ezért a média azt sugározza, hogy szerdán rakétát fognak kilőni. Erre utalhat az is, hogy az észak-koreai hatóságok szerdától nem garantálják a külföldi diplomaták biztonságát, és a Dél-Koreában élőket is óvatosságra intették. Minden külföldi állampolgárt, beleértve a turistákat és a vállalatok dolgozóit is arra szólítunk fel, hogy saját biztonságuk érdekében hagyják el Szöult és Dél-Koreát. Jelentették be kedden az észak-koreai állami televízióban. A fenyegetés miatt Japánban a fővárosba telepített rakétaelhárító rendszert a hadsereg. Észak-Korea ugyanis olyan közepes hatótávolságú rakétákat telepített az ország keleti partvidékére, amelyek elérhetnek Japán területére is. A királyi család tagjainak kiáró temetést kap Margaret Thatcher. A volt brit miniszterelnököt katonai tiszteletadással búcsúztatják jövő héten a londoni Szent Pál székesegyházban.
Nagy-Britannia leghosszabb ideig kormányzó és eddig egyetlen női miniszterelnöke hétfőn 87 éves korában hunyt el. Érdemeiről világszerte megemlékeztek, de nem mindenhol pozitívan. Világszerte megemlékeztek Margaret Thatcher brit miniszterelnökről. Volt politikus társai egytől egyig elismerően nyilatkoztak a vaslédi érdemeiről. A Reagan elnököt, valamint az idősebb Bush elnököt is szolgáló volt amerikai külügyminiszter szerint Thatcher véleménye meghatározó volt a nagy politikában. Azt hiszem, sokban megkönnyítette Reagan és Bush elnök helyzetét a korai értékeléseivel. Miután találkozott Gorbacsovval, azt mondta, tudják ő olyas valaki, akivel lehet kezdeni valamit. Ez sokat segített egy republikánus elnöknek, aki tárgyalni akar a Szovjetunióval, amiért egyébként a republikánus párt konzervatívabb része nem lelkesedett. Tony Blair volt munkáspárti miniszterelnök szerint a véleménykülönbségek ellenére is el kell ismerni a vaslédi érdemeit. Egy ilyen meggyőződéses politikus, aki igazi vezetői erényeket mutat fel, ez tényleg értékes. És ezért van az, hogy még a liberális oldalról is el kell ismerni, hogy nagyszerű, kimagasló személy volt, aki hatással volt nem csak az országra, de az egész világra, és joggal vívta ki a csodálatot. Voltak azonban olyanok is, akik nem csak a szépre emlékeznek. A szakszervezetek befolyásának visszaszorítása és a gyárbezárások miatt a munkásosztály neheztelte Thatcherre, Argentína pedig az 1982-es Falkland-szigeteki háborúban elvesztett szigetei miatt. Az argentinok egy könycseppet sem fognak ejteni érte, az emberek bárkit meggyászolhatnak, de őt nem fogjuk, mondja ez a nő Buenos Airesben. Margaret Thatchert jövő héten temetik a királyi család tagjainak kijáró tiszteletadással. Ráígért az MSZP a kormány rezsicsökkentési javaslatára. Tervet korábban ellenző szocialisták most már 15%-kal lejjebb vinnék a tarifákat az átlagfogyasztóknál. A rezsicsökkentés e fölött is megmaradna, csak kisebb mértékben. Az MSZP kitart a szociális alap létrehozása mellett is, amelyből a szénnel és fával tüzelőket segítenék, az alapot pedig a magyar villamosművek profitjából töltenék fel. A Fejlesztési Minisztérium államtitkára szerint ezzel a megoldással a szocialisták az adófizetőkkel fizettetnék meg a rezsicsökkentést, hiszen az állami vállalat profitjának csökkenése miatt kevesebb lenne a költségvetés bevétele, ehelyett a kormány a nagy szolgáltatók profitjának terhére oldja meg a kérdést. Még idén jóváírják az állami nyugdíjrendszerben létrejövő egyéni számlákon a korábbi magánnyugdíjpénztári befizetéseket az adategyeztetés után, jelentette be Rogán Antal. A Fidesz frakció vezetője hozzátette, nem mindenkinél egyértelműek a korábbi adatok, és vannak, akik nem léptek be a magánnyugdíjpénztári rendszerbe, de őket sem érhetik át. Arról még nincs döntés, hogy az egyéni számlán szereplő befizetéseket milyen formában veszik majd figyelembe a nyugdíjszámításakor. A törvényszöveg szerint az állami egyéni nyugdíjszámlák gyakorlatilag nulláról indulnának, azokon nem tüntetnék fel sem a 2013 előtti járulékfizetéseket, sem a magánnyugdíjpénztárakból az állami rendszerbe visszautalt vagyont. Kötelezővé tenni az étrend kiegészítő készítmények előzetes ellenőrzését az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Az erről szóló rendelettervezetet az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi Bizottsága is egyhangúlag támogatja. Ezeket a termékeket egy uniós irányelv szerint ugyanis 2004 óta csak a forgalomba hozataluk után vizsgálhatják a hatóságok. Az ANTS 63 étrend kiegészítő forgalmazását tiltotta meg tavaly. Gyógyszerhatóanyagot vagy egészségre veszélyes összetevőt tartalmaztak. Több készítmény idén márciusban is kapható volt a tiltás ellenére. A kereskedelemben 2 kitiltott terméket találtak a járási kollégák, illetve 3 terméket, 2-n fölül még 3 terméket internetes forgalmazás során is. Az uniós irányelv szerint a táplálékkiegészítők forgalmazásához előzetes vizsgálatra nincs szükség. Ha a gyártó vagy a kereskedő bejelenti szándékát az Országos Élelmezési és Táplálkozástudományi Intézetnek, piacra dobhatja a terméket. A kormány szigorítana. Kapjon a szakhatóság egy olyan 30 napos időintervallumot, amikor ő valóban véleményezheti ezt a terméket, és utána kerülhessen a polcokra. Tehát ne állhasson elő egy olyan időszak, hogy bejelentés után aznap kikerül a polcokra, és olyan anyagot tartalmaz, ami egészségkárosító. Előzetes vizsgálattal az utólagos piaci ellenőrzés nem helyettesíthető, mondta a hamisítás elleni nemzeti testület illetékese. Az sem egészen megnyugtató, hogy bizonyos
potenciálnövelőket, fogyasztószereket előzetes laboratóriumi vizsgálatnak kell alávetni, mielőtt bejelentik, mert kaptunk a vizsgáló intézetektől olyan nem hivatalos jelzést, hogy csak abban az egy dobozban nincsen a tiltott hatóanyag, amit beküldenek. A Fogyasztóvédelmi Bizottság elnöke szerint a szigorításnak csak uniós szinten van értelme. Romániától kezdve a környező országok bármelyikében ugyanazt a terméket ugyanúgy meg lehet szerezni és ide hozni Magyarországra. Tehát nyilvánvalóan ez nem lokalizálható csak Magyarország problémára ez a kérdéskör, ezt szélesebben kell tekinteni. Az étrendkiegészítők hazai és uniós szabályozásának áttekintését ajánlásban rögzítette a bizottság. Csalással vádolja a fővárosi főügyészség Tarjányi Pétert és két társát. A biztonságpolitikai szakértő ellen egy szentesi szálloda felújításával kapcsolatos 440 milliós elszámolási vita miatt indult eljárás. A volt rendőr még 2010-ben különbözött össze a Demján cégcsoporthoz tartozó egyik társasággal. Tarjányi Péter a Medgyesi kormány idején a nagy állami cégek átvilágításával megbízott Prover Kft. Tulajdonosaként vált ismerté. A volt rendőr 3 napot volt őrizetben, azóta szabadlábon védekezik. 3 zsáknyi pornográf felvételt tartalmazó számítástechnikai eszközt, CD-ket, DVD-ket foglalt le a készenléti rendőrség a múlt héten. A nyomozók házkutatást tartottak több budapesti és vidéki helyszínen, és gyanúsítottként kihallgattak egy 32 és egy 48 éves budapesti, valamint egy 35 éves ajkai férfit. A gyanúsítottak szabadlábon védekezhetnek. Illegális parfüm nagykereskedésre csapott le a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A parfümöket a bűnszervezet vezetője egy 39 éves magyar férfi rendelte Amerikából, szlovák gazdasági társaságok nevében. Később az árut itthon feketén áfa befizetés nélkül értékesítették. Az áfa csaláshoz szükséges hamis papírokat magyar és román gazdasági társaságokkal készítették el. A nyomozók a raktárkészletet és a bűnszervezet vezetőjének vagyonát lefoglalták, így megtérült az áfa csalással okozott 700 millió forintos kár. A banda irányítóját és 4 társát őrizetbe vették és elrendelték előzetes letartóztatásukat. Anyagi támogatást ad a kormány a Csengeri temető helyreállítására, mondta Kontrát Károly belügyminisztériumi államtitkára a parlamentben napi rendelőtti felszólalásában. A Csengeri temetőben több mint 100 sírt rongált meg 2 kiskorú a múlt héten. A rendőrök elkapták őket. A rongálás okozta kár 10 és 20 millió forint közé tehető. Csenger képviselő testülete már létrehozott egy 3 millió forintos segélyalapot, amelyből a helyreállítást finanszíroznák. A kormány ezt egészíti ki. A kormány a szakértői vizsgálatok befejezését követően Csengerváros önkormányzatának bevonásával anyagi segítséget nyújt a megrongált és tönkretett sírok helyreállításához. A nyomozás jelenleg is folyamatban van, feladata, hogy az esettel kapcsolatban a teljes igazság, még egyszer mondom, a teljes igazság kiderüljön, ezért a rendőrség vizsgálja azt is, hogy a gyermekkorúakon kívül volt-e felnőttkorú elkövetője is a bűncselekménynek. Végül sport. A Nagy-Britannia elleni vasárnapi találkozóval kezdi a hazai rendezésű Divízió 1-es világbajnokságot Magyarország. Kangyal Balázs, a Magyar Jégkorong Szövetség sportigazgatója reggeli sportpercekben azt mondta, a kazak és az olasz csapat kiemelkedik a mezőnyből, de a brit, a dél-koreai és a japán együttes is veszélyes ellenfél. Kangyal Balázs azt mondta, ezúttal 5 kiélezett meccset játszik a magyar csapat az A csoportba jutásért, és már a britek elleni találkozó is sorsdöntő lehet. Tehát egy nagyon erős és kemény csapatot ismertem meg tavaly bennük, nagyon sok fiatallal, új edzővel, úgyhogy abszolút ugyanúgy benne van, hogy ők is fel tudnak jutni az A csoportba, mint az, hogy esetleg kiesnek. Itt nem lesz olyan mérkőzés, ami nagyon vagy nehezebb lesz, vagy könnyebb, hanem szerintem mind egyforma lesz, és nagyon nehéz. Végül a legfontosabbakról még egyszer röviden. Továbbra sem találja a rendőrség a pécsi polgármester lányát megtámadó férfit. A 23 éves elkövető ellen a hétvégén indítottak hajtóvadászatot. 13 embert, köztük egy csecsemőt ölt meg egy 60 éves munkanélküli férfi Belgrád közelében. A férfi a 90-es években a szerb hadsereg katonája volt. Fennyen arra figyelmeztette a Dél-Koreában tartózkodó külföldieket, hogy készüljenek fel az ország gyors elhagyására. Japán az észak-koreai rakétafenyegetés hatására rakétaelhárító rendszereket telepített Tokióba.
Híreinket, riportjainkat megtekinthetik honlapunkon a hírtv.hu oldalon, mobil alkalmazásunk pedig elérhető iOS-en és Androidon is. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra 13 órakor.